Sziasztok! 2024. november 20-a van. Folytatom a lakásrésznek a felújítását. Hát igazság szerint azt sem tudom, hogy hol folytassam. Annyi a feladat a ház körül. Megint megpróbálok minél több dolgot megmutatni nektek, ha itt vagytok és nézitek ezt a csatornát. Köszönöm szépen, hogyha itt vagytok, és akkor lesz ma is egy-két videó részlet, amit megmutatok. Lehet, hogy nem lesz annyira izgalmas a történet, de hogyha esetleg már elszám nézők vagytok és nézitek a csatornát, hát ha érdekes lehet a tartalom, hogy zajlik itt ez a lakásfelújítás. A falakkal fogok foglalkozni, a bátkányban, a élvédőzéssel, drive-in hálózással, a mennyezeten. Keverek be egy kis mélyalkozót, hogy a felületeket majd meg tudjam fújkálni a permetezővel. Ezt egy kicsit felhígítom, hogy ne legyen ennyire sűrű. Na hát először is legyen az, hogy ezt a párkányt új alapokra helyezem, mert az a baj vele, hogy berakták ilyen irgalmat a sok kurnakba, és az én gyakorlatban, és ráadásul befelelejt. Tehát egy belső ablak párkánynál elfogadható lett volna, az is például így viszintes, hogy nem bukik visszafele, de nem is azért veszük ki, mert ez a legkisebb gond, de egy picit befele, hanem hogy ezt a nagy kurnak vastagságot innen megszüntessük alatta. És akkor be fogok ragasztani egy 5 centi hungarocát, és úgy lesz visszakurhabozva ez az ablakpárkány. Úgyhogy ezt, hogy ne így legyen, ez lesz az első, amivel foglalkozni fogok. Gondolom, hogy nagy igénybevételt nem fog venni ezt, hogy kimocsom a helyről. Úgy ilyen vastag a purha. Egyébként a belső fele az jó helyen volt, benn volt ott, ahol kellett, csak mégsem volt teljesen tökéletes. Első problémát, ami van, hogy annyira poros volt itt a felület is, hogy a kúrhabozás nem volt a legtökéletesebb, tehát látom azt magával a kúrhaba a poros felületet. Úgyhogy annyira nagyon nem volt oda kötve jól, szinte egy belejött volna a kúrha. Lehet látni, hogy a felület nem volt teljesen jól előkészítve. Ugye azért a kurhabnál is van egy határ, hogy meddig így befújni a kurhabot, azt hiszem ilyen 4 centi körül szokták meghatározni, hogy ne csak a kurhab legyen ilyen vastagon, mint amit látható. Itt egy kicsit kialakítjuk másképp a párkány alatti részt, hogy kicsit jobb legyen a helyzet. Hát azt hiszem, hogy azzal nem árulok el nagy titkot, hogy ide is a legjobb a hőszigetelő havas lenne. Főleg, hogy ilyen egyenletlen a felület. Először azt gondoltam, hogy beragasztok egy 5 centis hungarocát, és akkor szépen megköt, és akkor rákerül a ablakpárkányra. Most az, hogy ez itt ilyen szabálytalan a belső rész, itt van ez a falazat, most két opciós a dolog, hogy ezt most nekiállok és szétfésem, és akkor úgy beragasztom az 5 centis hungarocát, vagy hőszigetelő halvacsán föltöltöm. De talán úgy látom, hogy itt a téglának a magasság az pont az iton magassággal lenne, hogyha a habarcsot innen leszedem a tetejéről, akkor lehet, hogy jó lesz a hungarocel is. Úgyhogy megpróbálom először azt, hogy egy távol hungarocel kerüljön be egy 5 centis. Hoztam egy távol 5 centis hungarocel, és akkor megnézzük, hogy hogy fog rajta állni. Én úgy látom, hogy nem biztos, hogy be fog férni a párkány. Két centi vastag a párkány, mint a víz mentén. Hát, éppen, de akkor mi lesz a kurvával? Egyébként itt ez a fele egy kicsit. És a villanése is jó, úgyhogy akkor tényleg ez lesz a megoldás, hogy
ezzel fogom megmondani. Tehát itt el fogom vágni a hungorcát, ragadom, és akkor úgy fogom majd beragasztani. Ott elvágom. Ja, nem azért hoztam a széket, hogy leüljünk, hanem hogy ne kelljen lehagyolni a vödörhöz. Meg vagyok én már egy hajóolvassát. Mert ott a letvassal csak behúznám a lukban a ragasztót, nem akarom behúzni a ragasztót a letvassal. Úgyhogy így pogácsát is fogok venni. Ennek a hátulját is ragasztóval. Hát könnyebben megtalálja, hogy hol kell összetapadni a alsó felülettel. Beragasztom egy másikat is, egy magassággal ide a kettő, és akkor ebben a végvegyéssel beépelem. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy be is ragasztom a pátkányt a LPS ragasztóra. Ha már pontosan ennyire jól megvan a helye, ennyire passzosan, miért lehetne az, hogy meg kell a LPS ragasztóval a működő pátkányt azt már mehet is be a helyére. Úgyhogy szerintem kurva ide vagy kurva oda, ez a párkány ragasztóval lesz lerakva. De szép idő van kint. Úgy be van borulva, mint november 20-án. Gondolkoztam meg a két percet, de csak itt lesz a legjobb megoldás, úgyhogy úgy döntöttem, hogy nem lesz, hogy kigondoltam. Én már be is ragasztom egyből. Azért a megrendelő is jó. Én már benn van a párkány a helyén, pedig elküldtem, hogy legyen púrhagot, de nem baj. A púrhag már jó lesz az ajtókhoz, úgyhogy nem jön kárba a púrhag sem. Nem jellemző, hogy így ragasztóval nem tudta egy párkány. Általában inkább púrhaggal szoktam. De szerintem láttatok ki már ilyet. Hogy ragasztóval berakva a párkány. Ez biztos nem fogod feltépni úgy, mint a púrhagot. Szépen körbevágom. A hőszigete is, amit kilóg a tétegző csőkörül. De gipszelékből már nem adjon. A következő feladat az lesz, hogy kidrájít hálózom fönn a negatív sarkokat a mennyezetnél, mert elég durván el van a tepetbe, és akkor utána kapja majd a hálót a mennyezet. Úgyhogy vágok ilyen 30 centis csíkokat körbelül, levágok egy 2-3 csíkot előre, és akkor ezt elvágok majd meg. És szerint ez a szerkezet ez így lenne, hogy a feladat oda fekszik. Talán így van, ti is oda látok, munkaterületre. És portalítás. Fókhálatlanítás.
pókháló vagy porháló? Nem is tudom. Milyen jó megszerelő. Na, hát először is. Ezeket a részeket akarom hidrálit hálózni. Először ezeket a negatív sarkokat. De előtte meg kell nézni, hogy ezt a felületet, amit esetleg le kell kaparni, azt mindent le kell kaparni előtte, hogy ez könnyen jön le az anyag. Úgyhogy át kell nézni a felületet, mert valahol egész jó, de valahol majd nagyon elindul, úgyhogy ezt előtte át kell vizsgálni a felületeket, meg át kell kaparni. Van egy ilyen jó kis kaparó szerszámom. Egy régi fűrész, aminek egyébként nagyon jó a célos anyaga. Nem kemény eldobni, hogyha nincsen éle. Így szépen levágod, és egy nagyon jó kaparó szerszámom belőle. És még rövidebbre is lehetne vágni akár. Így biztos nem fog átrepenni a sarok. Még valami eszembe jutott, és egy dolgot még elmesélek nektek, hogy legyen értelme, és már tudjuk lehozok nektek. Miért van összerepedezve a mennyezet? Tehát ez egy emeletes ház, és itt már fönt fagerendák vannak, és ez be van deszkázva. A deszkára rákerült egy rabicát, nem rabicáló, bocsánat, hanem is lukatúrnál, és az van bevakolva. És ezért ez a mennyezet, ami már nem fölém, ez összerepedezik. A másik fele, meg hogy sok helyen lehet látni ezt a ráhímzt. De most ezt azért csinálták régebben, volt belőle két fajta is. A kisebb ráhúztak érdekes üveggel húzták, ezt a nagyobb ráhúztak sörös üveggel, vakolásnál. Állítólag, én nem láttam, csak tanultam. És nem véletlenül van ennek ilyen nagy rádiusza, ennek a negatív saroknak, hanem azért, hogy legyen benne egy feszültségmentesítés, hogy pont itt a tövénél ne repedjen el. Úgyhogy ezt azért csinálták régebben így. Most már divat lesz, hogy ez nem marad meg, és akkor gipszkartonnal elgipszkartonozzák a mennyezetet, mert azért ez mindig olyan hullámosra sikerült. De ezt nem csak divatból csinálták, hogy ilyen legyen a dizájn, hanem ennek szerepe volt egy feszültségmentesítés. És ebből lehet látni valahol kisebb rádiusszal csinálták, valahol ilyen nagyobbba. Úgyhogy azért van az, hogy ez a mennyezet összerepedezik, mert alatt egy deszkázat van is, és tukatónál. Na, csak érdekességképpen meséltem el ezt, de már lehet, hogy sokan nem tudtátok, hogy ez miért van így, most már lehet, hogy fogjátok tudni. Na, úgyhogy itt nem lesz megszüntetve, ez megmarad, csak össze lesz drágít hálózva. Úgyhogy ezt folytatom. És akkor a zárásához még egy kis apró munka. A megrendelőnek az volt a kérdése, hogy ide a gipszkartonra, a három réteg gipszkarton van beragasztva, hogy ide hálós érvédőt rakjunk. Úgyhogy van még annyi ragasztva a vödörben, mint a napvégén, hogy ide egyetlen egy érvédőt fel tudok adni. Úgyhogy ezt még akkor megmutatok, hogy mi fog történni. Remélem, hogy van még annyira rosszul. Ennyi ide most rá. A spórolósághoz benne lesz a megjelni. Ezt tudjuk emelni. Ezt korábban csinálta valaki, aki itt az, amikor nyilvánzáró kilat cserél, akkor utána ezt valaki őszorgalomból megcsinálta. De nem lett befejezve, úgyhogy most befejezik majd. Hát ilyen így szoktam föltenni a hármas érvédőt, hogy megkenem az alapfelületet, és nem fogas letves, hanem simán valós papírval, és akkor utána szépen belenyomom az érvédőt a helyére. Tehát lesz a lapta is ragasztó, meg utána a tetejé is. Thank you.
biztonság szerint ennyit kell tudni egy hálósérvédőn, sokat nem. Utána jön a másik oldal. Itt is belesimítom a hálót. Hogyha esetleg így gyűrölik a háló, akkor nyugodtan meg lehet vágni sétszerrel. Hogy ne gyűrődjön. Ettől nem lesz baj, hogy így megszakad. Ennyi fér körülbelül bele a mai napban. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!